Ne! Fejbe kellett volna. Sziasztok! Ez a 2000 feliratkozói külön kiadás. Egyszerűen fantasztikus, hogy ideig eljutott ez a csatorna. Hihetetlen. Úgyhogy itt az alkalom, hogy újra megköszönjek minden lájkot, hozzászólást, megtekintést, letöltést, de legfőképpen minden támadást. Természetesen ebbe a videóban is valami különlegeset szerettem volna, mint ahogy az az ilyen videóknál lenni szokott, és már hetekkel ezelőtt elkezdtem gondolkodni, hogy mi legyen az. Nem sok gondolkodás után rájöttem, hogy valami nem Minecraft kell, hiszen folyton Minecrafton, úgyhogy már nem érzem különlegesnek annak, hogy összerakok egy minigémet, hiszen egyébként is összerakok egy minigémet, vagy egy redstone szerkezetet, azt is csinálok alapból. Úgyhogy arra jutottam, hogy valami teljesen másnak kell lennie. Mostanában szóba került a Team Fortress 2. Információs pultban kérdezte valaki, hogy mivel szoktam még játszani, és tényleg a Team Fortress 2 az, amivel már évek óta játszom, és rendszeresen. 2010 őszén kezdtem el játszani, akkor még nem volt ingyenes, szóval ebből is látszik, hogy prémiumos vagyok. Szóval nagyon jól ismerem a játékot, rengeteget változott, mióta elkezdtem játszani. De mégsem éreztem úgy, hogy én most erről tudnék érdekes, hasznos vagy jó videót csinálni. Hiszen úgyis van egy csomó Team Fortress-es videó, most miért lenne az enyém jobb, mint a többi? Másik csatornán volt rá próbálkozás, de nem éreztem akkor a sikernek. Viszont mivel ennyien megkérdezték, úgy döntöttem, hogy újra megpróbálom. Úgyhogy a mai különleges kiadásban Team Fortress 2 lesz. Akkor lássuk is. Itt is vagyunk. Bedwatert indítottam el, mert szerettem a payloadot. Azért szeretem a payloadot, mert korábban nem láttam még egy játékban sem ilyen játékmódot. És sniper vagyok, hopp, betalált. Mi? Pont bugos. Ne, nem akarok mindjárt meghalni. Öld meg. Szóval, és lelőtte. Szóval nem láttam még máshol, úgyhogy ezért nagyon csipázom a Bedwater, illetve a payloadot, és azon belül a Bedwater az egyik kedvenc. Már is ide építkeznek, hát most indult el a kocsi. Sprém látszódni fog? Ne. Magyar szerveren vagyok, Kartek, mondtam ezt? Jó, akkor összezavart ez a scout. Szóval, mint ott a scout. Betalál? Ja, rajtam ez a cucc. Láttam egy kémet. Jó, oké. Szóval, hogy kartel kocsma. Szóval előre, bocsi, hogyha valakinek nem tetszik, aki látja a videót, mert szerepel benne 5 HP, az igen. Jó, oké. Nem szoktam ilyen béna lenni. Ja, igen, még egy dolog. Végre az egy ölés is a videóban. Lehetnék óvatosabb sniper vagyok. Szóval úgy terveztem, hogy ebben a videóban az érdekesebb részeket vágom össze. Az öléseket és a halálokat. Balsz. Láttam, hogy a másik sniper is lelőtte valaki. Igen, csak nem láttam onnan. Ment egy demo, mert... Ohohohoj, gyönyörű. Ott volt egy, ott is egy kém. Ezt a kém csinál... Nem, jó, azt hittem. A kémnek is van ilyen fegyveremvel, tud headshotot nyomni, fejlövést. Ott van, jól láttam a fejét. Fucker! Mi a neve? Tisza... Tiszaszószaur... Ez nekem sok... Hol van? Tiszaszószaurus Rex. Hogy megölték. Itt a hullának az árnyéke. Igen, vannak benne ilyen hibák, amiket én erőszeretettel ki szoktam használni. Ilyen árnyékos hibák. És akkor látni, hogy a fal másik oldalán hol van az ellenfél. Hát most mit tegyek? Háború van ott, meg mindent lehet. Az igen, is az a darálás lesz. Következő. Most ha nekem menni lőszerért. Hú, igen, ezt nagyon nem szeretem. Ohohohoho. Eltalált. Ez is. Ne! Fejbe kellett volna. Aha.
nem talál, de lepisáljuk őket. Meg a fönt volt valaki. Meg is találtam. Ah, elé. Mediket? Ez se. Ajaj, most nem kéne bénázni. Még mindig sniper vagyok, de már kék. Szerintem végig sniper leszek. Ezzel játszottam a legtöbbet. Ezt is szeretem a legjobban. Nem engedtem annyi veszítni. Megpróbáltam. Jaj. Megvagy. Lője le valaki! Lője le valaki! De az nem hiszem. Azt úgy nem bírom, amikor valaki így, hogy is mondjam ezt, hát perédzsel, vagy tehát így megszállottá válik, így kinéz valakit és üldözi, mint az állat. És vissza is szaladhatsz a többiek kezé, tehát körül vagy véve csapattársakkal, és az is lövik. De jaj. Kinyírta, jó. Körül vagy véve csapattársakkal, de akkor is megy rád. Mehetsz vissza akár meddig, elmegy a csapattársaid mellett. De gondolom mindig oda néz, most rájött nézi. Hol van. Milyen szemétség, hiába szaladsz vissza, az akkor is megy rád. De mindegy, tudtam, hogy nem ide kell jönnöm. Azt hiszem eltaláltam. Hát, hogy be kéne magam sorolni. Hát milyen már több éve játszom, tehát azért van tapasztalat. De azt mondanám, hogy ilyen felső középjátékos. Nem vagyok szerintem kiemelkedően jó játékos, de az átlagot szerintem azért le tudom zúzni. Itt is van is szentő valahol. Jó, hát ha ennyien vagyunk, akkor nem is kell lövöldöznöm. Oho! Jó. Alap, hogy normál. Ez egy nagyon rossz videó lesz. Akkor azt jelenti, hogy nem vágom bele a halálokat, csak az öléseket. Akkor meg egy nagyon rövid videó lesz, mi? Egy jelleget játszom. Szóval, most nem egy középhaladó játékosnak a képét mutatom, de hát nekem is vannak rossz pillanataim. Jaj. Még él. Már nem. Na, ez most egy szép volt. Elrontottunk magunkat, de a pirót nem sikerült közben lepisélni. Jaj, már megint odaugrálok. Az a sniper vagyok. Nagyjából pontosan tudok vele lőni, csak elfelejtek helyezkedni normálisan. Normálisan. Tükköpé. Ott is volt a sniper. Hát ezt nem tudom, hogy benne leszek az első háromban. Gyakran benne vagyok az első háromban. Mert úgy, amit a pálya végén kiír, hogy gyönyörű. De a pálya végén kiír, hogy abban a körben a legtöbbet szedték össze, lepisálva. Abban. Hopp, egy kém. Megpróbáljunk mindig eltalálni. Érdemes szerintem. Ami a legutóbbi információs kódban volt benne, az is egy ilyen volt, tehát... Júj, nem látott meg, de meglátott. Újjon már el a hatása. Szóval a legutóbbi információs pultban a Soldier is fönn volt az épületben, és láttam, hogy az ablakban elindul az ajtó felé, és úgy megtippeltem ott abban itt, amire nézek, abban az épületben, megtippeltem, mikor fog az ajtóhoz érni, és akkor lőttem, és pont sikerült égő nyilvesszővel fejbe, talán gyönyörű volt. Nézzétek meg a legutóbbi információs pultot. Csak felülre dugja fejt.
Lepisíltem. Lepisíltem, ott van. De gál, nem számítottam, de már megint nem volt ez valami sniper-s helyezkedés. Minden kasztot kipróbáltam, hát ennyi adat kipróbáltam, nem is ezt mondom, hogy tehát minden kasztot sokat tapasztaltam, azt mondom, tehát sok óra van minden kasztban benne. És nem vettem fel a töltőképernyőt, nem fog látszani a videót, de nem tudom, több mint 100 óra van már sniperrel is. Hát jó, azzal van a legtöbb, tehát mindegyikkel sok óra. És... ez eltalálva. Úgyhogy... úgyhogy nagyjából mindegyiknek tudom, hogy érdemes helyezkedni, hová érdemes menni. Az igen, elrepültem. Biztos volt benne egy robbanás, ott egy együtt töltek meg. Úgyhogy azért sniperrel is tudom, hogy hát nem ugrok ki a sarokra, meg most úgy mentem, mint egy hely. Nem tudom. Néha így elragadtatom magam, de hát nyilván szöveg könnyű, mert az ugye nem annyira távolsági, mint a távcsöves. Ahhoz az annyira hosszú távon nehezebb lőni vele. Persze nem mondom, átadtam. Nem azt mondom, hogy lehetetlen. Au, és fejbe lőtt, most még egy kicsit jön. Nem gyűjtök ki. Meghalt, így mi van? Tos elbújt. Medik! Úgyhogy azért azzal közelebb ugrál az ember. És hiába lövöm őket, nem hallnak meg. Ezt is eltaláltam. Ja, hívtam őket. Ez a sniper, nagyon jó sniper, sose látom hol van. Hogy hívják? Minisun legelől is van, nem is csodálom. Ügyes. Jaj, már megint közel megyek. Belőttem a sarokba. Szerintem a... a medik volt. Hú, persze. Kritikus rakétával. Ez az. Ez egy sniperesebb helyzet kis rukolom. Ne felém, gyere már. Kicsi. Há, és ugrálás közben is fejbe lő. Há, hihetetlen. Mi az arányom azért? 11 ölés, 18 halál. Nem szép. Ott van fent. Nagyon ügyes. De már a izé ikon miatt könnyebben meglátom. Elindult a nyilvessző. Mit az a nyilvessző? Valahol ott alá csapódott be az ablak alá. Jaj. Jó, akkor felülről lövöm. Nem látom sehol. Jaj, nem el. Mi a... medik? Megpisíltem. Na. Ilyenkor szoktam azzal szórakozni, hogyha így veszítünk, hogy taunt adodok. Lehet. Remélem ezt nem fogják kivenni, mert nagyon poén. Kihívás. De párszor megcsináltam. Hányszor is csinálhattam meg? Mondjuk összesen 10 nem volt. Mondjuk... szerintem... 5-6-7. Inkább 6-7. Olyan 6-7-szer már megcsináltam, hogy itt taunt adottam. Jó, akkor itt a töltőképernyő. 122 óra mesterlövész, aztán robbantós, azt is nagyon csipázom. 84, piró, 79, és így tovább. Igazából mindegyik osztályt szeretem, ilyen sorrendben szeretem őket. A kém az, amelyiket legalul van, na őt annyira nem szeretem, nekem nem megy ez a hátba szúrós, lopakodós dolog. Azért megpróbáltam, látszik, hogy nagyon sokat próbálkoztam vele, de nem fekszik. Ó, ez tetszik, ez jó. Szóval, legyen szavazás, hogy mi legyen a következő videó. Mik a lehetőségek? Daráló. Ezt gondolom nem kell részletezni, tehát a következő rész. Reston szerkezet. Van egy listám, hogy milyen Reston ötleteim vannak. És hát abból egy, tehát a szokásos Reston ötlet. És a harmadik, a beígért JSON tutoriálnak az első része. Hát ezek közül mindig el fog készülni, csak ugye a kérdés az, hogy melyik legyen előbb.
A Jason tutorial ugye hogyan lehet a tarot, a title, illetve újabban a könyv és a tábla szövegét szerkeszteni, az eseménykezelést, tehát az egésznek a logikája és a működése. Azt fogom csinálni, hogy könnyebb legyen megszámolni, illetve ne is kelljen számolni a szavazatokat, hogy kihasználom azt, hogy a kommenteket is lehet lájkolni. Tehát lesz 3 hozzászólásom, illetve van 3 hozzászólásom a videó alatt, és mindegyikben csak annyi lesz írva, hogy daráló 14. rész, a másikban annyi lesz írva, hogy Reston szerkezet, a harmadikban pedig Jason tutorial első rész. És azt a hozzászólást lájkoljátok, amelyiket szeretnétek, hogy legyen, amilyen videót szeretnétek, és akkor ez így ki fogja írni a számot, és csak meg kell néznem. Mondjuk meddig lehessen, hétfő délelőtt, akkor fogom elkezdeni a videót, úgyhogy hétfő délelőtt följövök, megnézem, melyiken van a legtöbb, és azt a videót elkezdem csinálni, és valószínűleg még aznap fel is kerül. Tehát ez volt a Team Fortress-es külön kiadás, remélem tetszett, sziasztok!